amíg 17 évvel ezelőtt nem győztem írni a Mikulásnak és a Jézuskának, addig ők keresnek fel minket, és ezzel a mai nappal, ezzel a kis ajándékozással elkezdődött itt a kórházban is a gyerekeknek az advent, a Mikulás, a készülődés, a várakozás, és hát a mielőbbi gyógyulás reményében. Köszönjük szépen! Jó páran, köztük én is, tehát családban és családosak vagyunk, hála Istennek, és tudjuk, hogy mit jelent, hogyha ha az embernek a gyereke, gyerekéről van szó, konkrétan mindent jelent az életbe, és hogyha ha a gyerekkel valami probléma van, akkor az életben mindenhol az jelentkezik az embernek a problémája, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, és tényleg szívből jön, mélyről, és őszintén az a fajta szeretet, amivel hoztuk az ajándékokat. Ez a Megyei Gyermekvédelmi Központnak a Bobita gyermekotthona. Itt élnek a legkisebbek, 0-tól 6 éves korig, és 16 gyereket tudunk ide az otthonba befogadni, és ők egy átmenet időt töltenek itt nálunk, ugye őket a hatóságok kiemelik a vérszerinti családjukból, és lehetőség szerint a legrövidebb időt töltik itt, és minél előbb családba nevelkednek tovább. Tehát ez a célunk, hogy mielőbb családi környezetbe kerüljenek ki a gyerekek innen tőlünk. Csodálatos volt találkozni ezekkel a gyerekekkel. Sokat jelent, hogy örömet és boldogságot tudunk hozni a napjukba azzal, hogy meglátogattuk őket. Szívszorító ebben a helyzetben látni őket, ugyanakkor örülök, hogy ennyire jó körülmények között lehetnek, és láthatóan nagyon vigyáznak rájuk. Mi nem tehetünk mást, mint hogy a legjobbat kívánjuk mindenkinek, aki itt él vagy dolgozik. Nem könnyű, de ez egy fantasztikus dolog, hogy akik itt vannak, azok mennyi mindent tesznek a gyerekekért. It's nice to do this for them.